Az egészségügyért felelős államtitkár április 25-ét jelölte ki a szűrések éjszakájának, azzal a céllal, hogy országszerte fokozzák a szűrővizsgálatokon való részvételt. Az emlő szűrése a 45 és 65 év közötti nőket várták. A kezdeményezéshez csatlakozott a Csongrád megyei egészségügyi ellátóközpont. Két jó indokot tudok mondani, amivel érdemes volt csatlakozni. Az egyik az az, hogy sokszor van az, hogy a hölgyek munkából nem tudnak elszabadulni. A munkájuk nem engedi, hogy a meghívó levélnek megfeleljenek és eljöjjenek a szűrésre. Ez a mai nap kiváló alkalom erre, hiszen déltől egészen este 10 óráig, vagy ha még tovább kell, akkor nyitva tart a mammográfiás szűrőállomás, és mind Makón, mind Hódmezővásárhelyen erre lehetőségük van. A másik legalább ennyire fontos cél az, hogy azzal, hogy az ország egy 40 pontján hasonló módon szerveztek ezek a szűrőközpontok éjszakában nyúló, estében nyúló szűrési kampányt. Ezzel fölhívjuk a figyelmet arra fontos feladatára a hölgyeknek, hogy amennyiben a 45 és 65 éves életkorban megkapják a behívó levelet, akkor ezt a rövid időt szánják erre, hiszen azt kell tudni az emlő megbetegedéséről, az emlőrákról, hogy ha ezt korai stádiumban egészen kicsi méretben felfedezik, szaktudással gyógyítják, operálják, akkor ez a betegség ez túlélhető. A makói és a Hódmezővásárhelyi kórház integrációját követően 2014-ben nyílt lehetőség arra, hogy a Vásárhelyen jól működő emlőrák ellenes programot Makón is beindítsák. Sajnos országosan az átszűrtség az körülbelül olyan 40% körüli, ami elég alacsony. Tehát minden 100 meghívott hölgyből csak 40-en jönnek el országosan. Ezt az értéket Hódmezővásárhelyen meg tudtuk emelni, de egy 70%-ra, 69%-os volt az átszűrtség éveken, illetve jelenleg is ennyi. Évek munkája során értük ezt el. Ez egy nagyon alapos és hát mindennapi munkát jelent. Ezt a lehetőséget szeretnénk itt is biztosítani, sajnos ebben a térségben is igen alacsony, 40% körüli az átszűrtség, de azzal, hogy átvettük a szűrés szervezését a térségben, és maga a kórház ugyanazon protokollok és ugyanazon módszerek mentén végzi ezt a szervezést, nem csak a mammográfiás vizsgálatokat, hiszen az adott, hanem annak a szervezését, hogy eljöjjenek hozzánk a hölgyek, ez egy óriási lehetőség, és ezt nagyon bízom benne, hogy élni fogok az itt élők is, és minél hamarabb elérjük azt az elvárt szintet, amely a betegség halálozási arányait mintegy 30%-kal tudja csökkenteni.